Hölgyeim és uraim, utolsó másodpercek. Egon barátomat most raktam le egy pillanatra. Mondtam neki, hogy egy másod megkeverem, és szerintem innen lezárom a kis hamikát. Kész. Ez most már valóban. Hát nem tudom mennyi az idő. Mindegy, annyit főtt, hogy ez már tényleg jó kell, hogy legyen. Ez már jó kell, hogy legyen itt. Ez már nagyon. Szétfőtt a husika, a füstöltek, a babnak puhának kell, hogy legyen. Tehát itt már nem lehet hiba, szerintem. A ízét nem tudom, mert még nem kóstoltam sajnos. Nem kóstoltam. Mindig ilyen hasraütésre szoktam, hogy beállítani dolgokat. Szerintem nagyon. Na, jó kell, hogy legyen. Bugyog még egy kettőt, ott lerakom. Ugye ki van adva, hogy legyen körülbelül 4 fejhagyma. Én rakok 12-t. Főzöd másfél óráig, én főzöm 4,5 óráig. Rakok bele tárkonyt. Ezt se újságból olvastam magamból, nem tudom. Kitaláltam, kipróbálom tárkonyjal, és nagyon finom volt. Néha egy kicsit túlizélek, hogy túl sűrű, aztán 2 nap után annyira besűrűsödik, mint a főzelék. Jobban szeretem a leveseset, de az autómba például elvittem, nem tudom, hova is nézik, te jó Isten, jön az olaj ki belőle. Mondom, nem. Én a 4 liter helyett 6-ot raktam bele, és az folyt ki ott. Tehát ebbe is túl megyek a dolgokba. Hogy ennyi kell bele, azt annyit rakok, úgyhogy ebbe is egy kicsikét sok lett, de nagyon guszta illatát, nem tudom átadni így videón keresztül. Ezeket tudom átadni, ez isteni. Isteni. Na, lerakom, annyi lesz, hogy megkóstolom. Sőt, leállítom a videót, vagy nem is állítom le, nem tudom, mit csinálok. Kíváncsi vagyok tényleg, hogy elcsesztem, mert félek, hogy egy kicsit túl sok fokhagyma van bele, és Egon barátom azt mondta, hogy attól ne fél. Így be van sűrűsödve. Na, ez az. Ez az, amikor a húsokból, csontokból kijön a zselatin, és ilyen. Nem víz, hanem ez. Jaj, Donna Klára. Egy babot, ha találnék, van benne 2 kiló, csak hozzáteszem. Tehát egy babocska kéne, nekem meg is van. Van egy csomó bab benne. Így van, és egy kis szaftocska. Ez nekem pont elég ahhoz, hogy elmondjam, hogy jó lett, vagy megint elcsesztem. Na, ennyi. De szerintem, jó, megpújom. Már hogyha bab puha, íze elfogadható, akkor viszont látásra. Akkor nincs bajom. Nem tudom. A bab omlós. Igen, kicsike, hát jó, nekem jó, erős lett. Ugye beraktam 2 ilyen hosszú zöld paprikát, úgyhogy mira sára, biztos, hogy nem fog ebbe lenni. Erős lett, csípős. Amit én szeretek, csak csórikáim, de úgy szoktak enni, ebben nem mindegy. Na mindegy, erős lett. A bab tiszta omlós, nagyon-nagyon guszta. Annyi van, ugye többféle bab, 3 babból rakok bele mindig. Tehát ez nálam erős lett, basszus. Még majdnem, hogy nekem is. Egy pillanat. A vörös bab is isteni. Basszus. Nagyon guszta. Az a bajom, hogy egy pindurkát megindult a bors a kezembe. Annyira, hogy még nekem is nagyon erős. Hogy a... Mindegy, ehető lesz, tehát nincs baj. Csak kicsit erősnek érzem. Várjam, raktam ezt a zöld paprikát. Anyám, megbassza. Na, ennek ellenszerre nincsen már. Ugye? Hú. És nem tudom, zöld paprikába is, amikor veszed a zöld paprikát, valamelyiket simán eszed és semmi, valamelyik méreg erős, valamelyik épp vagy egy kicsi, és nem kóstoltam egyiket se, hogy milyen, belevágtam gyönyörű zöldet, smaragd zöld volt.
És elképzelhető, hogy olyan erős volt, mint a méreg. Na jó, szerintem azért rossz kajánk nincs. Egy, ami lehet, egy picit erős, de viszont nagyon guszta. Finom is lesz. Ez egy kis tejfölt még hozzárakok, kis kenyérkével, ha kell, ugyan már. Isteni, hát a mirosár biztos nem fog enni. Na jó.